a hétköznapok kincses kamrája. Elindult Magyarország első jógaórája siketeknek és nagyothallóknak a Margit szigeten, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége kezdeményezésére a Jóga Mindenkié szlogennel. Itt van velünk Tóth Judit Anasztázia, jógaoktató. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Hány alkalom volt eddig, illetve milyen időközönként lehet ezen részt venni ezen a jógaórán? Idén július elején volt egy bemutatkozós ismerkedős alkalmunk, miután a csoport egyik kedves vezetője, az egyik Sinusz budapesti szervezetének egyik ügyintéző hölgye megkeresett engem, és felkérte erre a projektre, aminek én nagyon-nagyon örültem, és nagyon lelkesen rögtön azonnal igent mondtam, megtiszteltetésnek éreztem, bár rögtön éreztem, hogy benne a kihívást is, de nagy szeretettel álltam elébe. Úgyhogy volt egy első alkalmunk, amikor egy ilyen bemutató óra keretében megismerkedtünk egymással, ugye ez fontos, hogy egy csoport, egy oktatóval mennyire tudja együttműködni, és mennyire vagyunk szimpatikusak egymásnak, meg hát itt egyébként extra kihívás is, ugye, hogy Siketek és Nagyothallókról van szó, hogy július elején kezdtük, és utána gyakorlatilag hamar, rögtön így ráéreztünk egymás energiáira, úgyhogy előre meg is határoztuk a következő néhány alkalmat, úgyhogy a nyár folyamán ebből már meg is valósult kettő, és az augusztusban, a hátralévő időszakban, a nyárban még kettő alkalommal lehet jogázni. Meg hogyha szeptemberben is még esetleg folytatódik, mert az időjárás engedi, akkor valószínűleg a további időpontok is elérhetőek lesznek egyelőre. Kettő időpont elérhető, keddi napok 16:30-tól, ugye a Margit-szigeti jóga helyszínén, ahol én egyébként is tartom a szabadtéri órákat. Mekkora volt az érdeklődés? Rögtön az elején körülbelül egy 20 fős csoport érkezett, és utána hát igazából ez nekik egy lehetőség, mindig annyian jönnek, akik amennyien éppen ráérnek, teljesen változó a létszám, úgy 10 és 20 között. Ugye ez a lehetőség elsősorban a Siketek számára, vagy Siketek és Nagyothallók számára adott, mert ugye az akadálymentesítés biztosítva van számukra, ugye a szervezet egy jelnyelvi tolmácsot is biztosít, aki ugye mellettem ugye segít. Én nem ismerem a jelbeszédet, de ugye ezt megoldjuk, megoldják. A mozdulatok mennyire követhetőek így a jeltolmács segítségével? A mozdulatok bárki számára követhetőek, a jóga az sok szintje van a jógának, és természetesen én mindig az összes gyakorlásomat a jelenlévők igényeihez igazítom, tehát az általán a gyakorlás rész az abban alkalmazkodók az éppen aktuális csoport igényeihez. A jelnyelmi tolmács segítsége az pedig ebben az esetben ugye elengedhetetlen, mert ugye nem hallják, amit mondok, én mondom, amit mondok, azt a tolmács lefordítja nekik, és látnak is, tehát amit kell csinálni, azt ugye látják is. Mellettem ül a tolmács, és én csoporttal mind a ketten szemben vagyunk, és így, hát így oldjuk meg, de szerintem már az első alkalommal ez olyan jól sikerült, hogy én is nagyon lelkes lettem egyből, hogy ez mekkora lehetőség ez, és ez nekik is, mert szerintem ügyesek voltunk. Igyekszem megfelelni így az elvárásoknak és a kihívásnak, de szerintem egyelőre ez nagyon jól működik. Milyenek voltak a visszajelzések? Én szeretem látni ugye általában is az óráim után, hogy felszabadultabbak az emberek. Más a mosoly az arcukon, és ugyanúgy látszódik, hogy érződik a lelkesedés, és úgy egy picit a jókedv, ami ugye hogy a szabadban végezzük a mozgást, az még csak fokoz ezen. Úgyhogy én abszolút láttam rajtuk, meg mondták is, és visszajelzések alapján is ez derül ki, hogy egyelőre ez jónak tűnik, és szeretik, és tetszik, úgyhogy én meg ettől még lelkesebb vagyok, csak én is, úgyhogy egyelőre nagyon jók a visszajelzések. A jóga ugye nem csak testi ellazulást, hanem egyfajta ilyen mentális, relaxált állapotot is elő tud idézni. Miben tud segíteni a jóga? Hát
Alapvetően ugye a jóga erre való, tehát a jóga az nem testmozgás, bár itt mi nyugaton először általában véve a testmozgás részével találkozunk, amit ugye ászana gyakorlásnak hívunk. Az ászana a testtartásokat jelenti. Tehát ez egy mozgásforma gyakorlatilag, mozgunk, az az elsődleges, és de összességében véve egy ősi, tradicionális, az önismereti út és rendszerről van szó, ami egy testi, lelki, mentális egyensúlyt is biztosít, alapvetően spirituális út, de független minden vallástól és minden bármilyen vallási gyakorlattól, tehát bárki számára nyitott a joga, sőt, csak segít, mélyíti a kapcsolatát mindenkinek az adott gyakorlatával, amit esetleg végez még pluszban, mert mindenképpen csak hozzátesz a joga mentálisan és lelkileg is. Tehát alapvetően egy rendkívül jó kikapcsolódás. Én ugye nagyon szeretem a szabadban tartani az óráimat, én tavasztól őszig csak a Margit-szigeten tartom, mert már 7. éve az órákat, úgyhogy ami az összes óra bárki számára nyitott, és ez csak a természetben végzett mozgás, a szabad levegőn végzett mozgás, az még csak hozzátesz a felfrissítő kikapcsolódáshoz, amit meg lehet élni. Egy felfrissülést ad, egy joga gyakorlás. Én azt gondolom, mindenképpen érdemes kipróbálni. És hogyha mindenképpen meg lehet találni, mert sokféle joga típus létezik, van dinamikusabb és passzívabb mozgással mozgású gyakorlás, de meg lehet találni mindenki számára, ami neki kedvező, sőt, oktató személyében is. Hát, hogyha érdemes próbálkozni, ha valakinek elsőre esetleg nem jönne be, amit tapasztalt, akkor érdemes tovább menni, mert nagyon sokféle jóga létezik. Igen. Aki először érkezik meg egy ilyen jógára, milyen felszerelést vigyen magával, mivel készüljön? Hogyha van jógamatasz, akkor azt lehet hozni természetesen, de ez egyáltalán nem feltétel. Én mindig azt szoktam mondani, hogy elég egy törölköző, amit magunk alá leterítünk a fűbe, mert ugye az ülő, sőt, amikor állunk álló gyakorlatoknál, nem is kell semmi, mert amikor a fű, a mezítláb állunk a fűben, nagyon meleg van, nyár van, az is nagyon-nagyon kedvező, amikor a földön, a fűvön tudunk állni mezítláb. Ha leülünk, akkor pedig elég egy törölköző, vagy egy pléd, vagy egy kis takaró, kinek mi van itt otthon. Esetleg egy kis palack víz, de ivókutak is vannak a Margit-szigeten elég sok, úgyhogy azt is meg elég egy kis palack, amit megtöltünk, ha esetleg nagyon meleg lenne. Egyébként semmi más, csak egy kényelmes ruha, amiben viszonylag itt szabadon tudunk mozogni, nyújtózkodni. Tehát ennyi bőven elég. Elindult Magyarország első jógaórája siketeknek és nagyothallóknak a Margit-szigeten a Jóga Mindenkié szlogennel. Erre várja az odaérkezőket, erre is várja az odaérkezőket. Tóth Judit, Anasztázia jógaoktató. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Közösséget építünk.